Július derekától ilyen aprócska az aszfaltba épített fények jelzik a Jókai és Baross utcai, illetve a Tiszavasvári Árpád utcai kereszteződéshez érkezőknek. Figyelem, elsőbségadás kötelező, legyünk körültekintőek. A közlekedés biztonságát javító beruházás fontosságáról Nagy Néllegény Ildikó alpolgármesterasszonyt kérdeztük. Az önkormányzat ugye már régóta fontos feladatának tekinti, hogy egy komplett átvilágítást végezzen Hajdunánás közlekedési rendszerében tulajdonképpen, aminek nyilvánvalóan az a célja, hogy a közlekedők biztonságára odafigyeljünk, és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy segíteni tudjuk ezt. Igazából ezek nagyon bonyolult engedélyezési és egyéb eljárásoknak a következménye tud lenni. Mi mindent próbálunk megtenni annak érdekében, hogy minél biztonságosabbak legyenek ezek a kereszteződések, vagy egyáltalán a közlekedés Hajdunánáson. Ugye kerékpáros nyomvonalakat, kerékpárutakat alakítottunk ki, térfigyelő kamerák vannak elhelyezve, ezen felül fekvőrendőrök, jelzőtáblák nagy mennyiségben. Én úgy gondolom, hogy ezek mind egy első lépcsőfokai annak, hogy biztonságban tudjuk a közlekedőket Hajdunánáson. Sajnos városunkban, mint általában a több száz éves kisvárosok esetében, elég sok olyan utca van, amelyek meglehetősen balesetveszélyesek utcaszerkezetükből adódóan. A Jókai Baross utca, illetve a Tiszavasvári úti kereszteződések ilyen ominózus kereszteződésé váltak abban a tekintetben, hogy megsokszorozódott a balesetek száma az elmúlt időszakban. Nagyon sajnálatos dolog. Most egy LED lámpa sort sikerült mindkét kereszteződésben beszerezni. Egy kivitelező telepítette ezeket az elmúlt napokban. Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy LED sorokat helyezett el a stop tábla környékére és annak a vonalába, ami felhívja a figyelmet éjszaka, ez nappali fényt összegyűjti a rendszer, egy kondenzátor segítségével átalakítja, alkonyatkor bekapcsol, és így fog villogójelzéssel élni a közlekedők felé. Ugye ez egy első lépés. Aztán majd a szakértőkre bíztuk azt, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk minél hatékonyabban és gyorsabban olyan megoldásokat találni, amik segíteni tudják azt, hogy elkerüljük ezeket a közlekedési baleseteket. A kivitelezési munkálatokat a Pearl Enterprises Kft. Végezte, akik jelentős tapasztalatokkal bírnak e téren. Az úrburkolatban úgynevezett ilyen napelemes ledes prizmákat fúrunk le, telepítünk le, amik ugye nappal a nap hatására feltöltődnek, és éjszaka pedig működésbe lépnek, villogni fognak, és ezáltal jobban felhívják a figyelmet a közlekedőknek. Minden egyes oldalon négy prizma kerül elhelyezésre, hogy négy a felállási vonalhoz, illetve négy hosszant irányba. Tehát összesen 32 darab prizmát telepítünk le a két nap alatt. A jelzőfények természetesen fontosak, főként rossz látási viszonyok között, de a nappali közlekedés segítő forgalomirányítás lenne az igazi, mondja Seres András, a Városi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályának vezetője. Ez éjszaka adott esetben rosszabb látási körülmények között, rossz látási viszonyok között ez kiemelkedő lehet, tehát egy nagyon nagy segítség lehet, én azt gondolom. Nappali fényviszonyok között azonban már más módszerek kellenek. Ezeket a kereszteződéseket mi a kollégáimmal napi szinten ellenőrizzük, természetesen nem tudunk a nap 24 órájában ott lenni, ennek ellenére valóban az utóbbi időben, főleg a Jókai Baross utca kereszteződésében több közlekedési baleset is történt, ezért mindenféleképpen növeljük az ottani jelenlétet, és további közlekedésbiztonsági megoldásokon gondolkodunk. Ezek a megoldások, mint alpolgármester asszony mondja, mind a mellett, hogy költségesek, számtalan engedélyeztetés és meglehetősen bonyolult feltételrendszer mellett építhetőek ki. Ezek közlekedési hatóságot érintő feladatok és engedélyek sora. És általában ezek pont azért hosszú folyamatok, mert forgalomszámlálást kérnek, aminek mi állunk elébe, csak egyelőre olyan akadályközlések vannak, ami miatt nem tudott elindulni még ez a folyamat. Pontosan azért is erősítettünk rá arra, hogy jöjjön egy szakértő, és legyen egy szakértői alátámasztásunk arra vonatkozóan, hogy milyen feladatokat kell itt elvégezni, és lássuk azt, hogy mennyi a balesetek száma, és pontosan, hogy alátámasztott módon tudjuk az igényeinket benyújtani, és ezeket a terveinket megvalósítani.